Sziasztok! Többen kérdeztétek, hogy mi a különbség a korábbi videóban említett prokep, buborék, sapkák és a standard kínai oszlopokhoz járó gyári kínai rész buborék, sapkák között. Gondoltam megmutatom a különbséget, mert nekem megvannak még a régi sapkáim is, illetve a videón látjátok, itt vannak ezek a prokep sapkák. Ugye így néz ki az eredeti sapkarendszer. A háromszoros oszlopban 4 darab sapka található, 3 felfelé vezető és egy visszafolyó ág. A 4-szorosban pedig, ha jól emlékszem, ott 6 darab sapka található a 4-szoros oszlopban. A különbség talán szemmel látható. Egyrészt a kínai gyári sapkák azok jóval kisebbek, mint a prokep sapkák. Másrészt a gyári kínai megoldásnál egyetlen egy lefele folyó ág van, aminek az a hátulütője, hogy jóval kisebb keresztmetszetet biztosít a visszafolyáshoz, mint a prokep sapkák, amelyeknél a sapka egyszerre felfele és lefele is vezeti, felfele a gőzt, lefele a visszafolyó kondenzátumot. Ez az egyik nagy különbség. A másik az, hogy ugye látszik az átmérőkön, jóval nagyobb átmérője van a prokep sapkának, emiatt több apró kis ágon, furaton át tud a gőz kibuborékolni alóla, és ha még ez nem lenne elég, mint különbség, akkor nem is tudom, mennyire látszik, mindjárt kapcsolunk lámpát, talán látszik, hogy hatalmas keresztmetszete van a felfele és lefele áramló szegmensnek is, tehát óriási felületen tud bejutni a gőz a sapkarendszerbe és visszafolyni a folyadék. Ezzel szemben ott látjátok a kis furatokat, ez a felfele áramló sapka a hagyományos kínai megoldásból, jóval kisebb felületek vannak, és ugyanez igaz a lefolyó ágon, ugye ott ezzel a megoldással találkozunk. Gyakorlatilag kisebbek az áramlási keresztmetszetek, és ezért van az, hogy a prokep sapkáknak a nagyobb áramlási keresztmetszettel és az okosan kitalált egyszerre felfele és lefele áteresztő megoldással nagyobb, termelékenyebb a használata, nagyobb az óránként lefőzhető párlat mennyisége, sokkal praktikusabb a kialakítása, és emiatt ugye az elárasztásra sem túlságosan hajlamos, sőt, hát szinte lehetetlen addig hajtani, hogy eláradjon. Persze, aki akarja, azért meg tudja oldani, de jellemzően nem szokott gond lenni vele. A hagyományos kínai sapkák viszont az elárasztásra hajlamosak, egy bizonyos szintű fűtés fölött már elárad a tálcaszint, és a lefolyó ágon is felfelé áramlik a gőz, és onnét kezdve megtelik a tálca, muszáj a gőznyomásból elengedni valahol, akár az üstfedélen, akár máshol, különben feltelik az egész szint folyadékkal, és megszűnik a normális működése a rendszernek. Alapvetően jó ez is, tehát nincs ezzel semmi gond, lehet használni, csak a prokep sapkáknak van egy ilyen előnye, hogy gyorsabban lehet velük főzni, és szélesebb fűtéstartományt tolerálják. Emiatt ugye mondjuk még a 4-szoros hagyományos kínai rendszernél az elméleti teljesítmény az 2-4 liter per óra, addig a prokep sapkáknál 4-szoros rendszerben 4-6 liter az elméleti áteresztő képesség. Ugyanez igaz a 3-szorosra is, hogy ott azért erőteljesen majdnem 50-70%-kal gyorsabban lehet főzni a prokep sapkákkal, mint a gyári megoldással. Nem olcsó, de egyrészt megéri, másrészt már a kínaiak hamisítják is, úgyhogy kapható AliExpress-es forrásból máshonnét is. Én azt javaslom, hogy aki teheti, az inkább a prokeppel indítsa egyből az oszlopos főző építést, mert egyszerűbb, kevesebb gond van vele, gyorsabban lehet vele főzni. A 3-szolosból, tehát ilyen átmérőben
ProCap-es rendszer nincsen, ezt magam készítettem, tehát réz lapokra fúrtam föl a hozzá szükséges furatokat, és aztán illesztettem be a ProCap sapkákat. Amúgy az eredeti Steel Dragon féle koncepció az úgy néz ki, hogy 4 colos oszlop esetén 3 darab ProCap sapka található egy tálcán. Az ukránok másolják, hamisítják a ProCap sapkát, ők megcsinálják 4 colon 4 darabbal is, bár azt mondja a gyártó, az eredeti Steel Dragon gyártó, hogy nem szerencsés teljesen telerakni egy tálcát a sapkákkal, kell valamennyi felületet hagyni a folyadéknak is, hogy egyenletesebben tudjon buborékolni. Ugye ez az én általam összerakott koncepció nem optimális, mert a térkitöltés az nem szimmetrikus, csak egy irányba, emiatt a sapkák egy része túl közel van az üvegfalhoz, a tálca egy része viszont teljesen üres, de ennyi fért be a 3 colos oszlopba, így tudtam megoldani. Ezzel szemben a 4 colosra már sokkal arányosabban föl lehet rakni a 3 darab sapkát, úgyhogy érdemes eleve 4 colos rendszerben gondolkodni. Mindenkinek ajánlom a ProCap sapkákat, aki próbálta, az mind elégedett vele, úgyhogy én is csak azt tudom mondani, hogy használjátok. Jó a gyári kínai is, főleg azért, mert nagyon olcsó és működik, de ha szeretnétek egy kis időt spórolni, akkor a ProCap a megoldás.